Miről szól az új szövetség? Hát az új szövetség, az, hogyha röviden akarom összefoglalni, az a folytatása az Szövetségnek, tudnék a megígért, az Szövetségben megígért messiás érkezéséről szól az új szövetség. Az előz, közvetlen előzményeiről, ugye ott az angyal megjelenik, meg már keresztelő születése is ide tartozik az evangéliumok elején, aztán megszületik, felcseperedik, arról keveset mond. Egyébként a, születése idejéről is keveset mond, ami nagyon érdekes, erre majd kitérek, talán karácsony, tehát majd csinálok egy részt erről külön is. Azért, mert ugye a karácsony az egy kitalál dolog, már most jelzem. A Biblia nem mondja, hogy mikor született Jézus. És azt olvassuk, hogy Jézus így fogalmazta meg egyszer az ő Hát a küldetését is voltak éppen, amit itt idézek, hogy azt mondta, hogy aki látott engem, látta az atyát. Minket az a megtiszteltetésért, hogy az íge testé lett, Isten megjelent köztünk, az úr azt mondta, hogy azért jött, hogy megmutassa nekünk az atyát, azt, aki az ószövetségben is az atya volt, hozzáteszem a vitázók kedvéért. Az életét, a tanításait, a gyógyításait, a halálát olvassuk az Új Szövetségben, mint a legfontosabbakat, a halálát, ami hát a megoldást hozza minnyájunknak a, a bűneinktől megszabadítván bennünket. Itt sok mindent soroltam, amit sok dia van, ha megnézed, a 47-es, 48-as rész, az 53-as, 54-es, 56-os rész hogy az utolsót kivéve ezek mind a sorozatból származnak, arról szólnak, hogy Jézusról a jövendőrések, utána a születéstörténet ott a három király kontúrjai látszanak talán. A hegyi beszédből származik ez a két dia, az ideális társadalom tanítása a hegyi beszédben, az imádság fontossága, hogyan imádkozunk, lásd mi atyánk. ezeket feldolgoztuk itt a sorozatban. A gyógyításai, és ugye ide tettem még egy e, diát, ami mindjárt mondom, hogy miről fog szólni, a korintusi levéről fog szólni, ennek a kapcsán, hogy az apostolok és az ősegyház élete is benne van az új szövetségben, apostolok cselekedete és apostoli levelek formájában. Éppen nemrég tartottam az első korintusi levérről egy előadás felkérésre, és gondoltam, hogy most a téma kapcsán ezt is ajánlom, egy nappal a mostani videó premierje után fogom beélesíteni, 2023. november 18-án délután 16 órakor, szombaton 16 órakor, nekem, vagy neked ha premierben nézett holnap 16 órakor, lesz éles ez a videó, majd a végén még egyszer ajánlani fogom. Szerintem jó sikerült és jó téma ez az első korintusi levél. Tehát ott vannak apostoli levelek is, ezekben vannak gyakorlati tanácsok, néha teológiai értekezések, teológiai helyreigazításai téves gondolatoknak. Nagyon érdekes, hasznos iratai ezek is a Bibli Bibliának és az új Szövetségnek. Igen, itt van, bocsánat, igen, igen, evangéliumok és levelek formájában, ugye ezt külön ide És itt van egy érdekes kérdés, hogy az Ó és az Új Szövetség, az, vagy van Testamentum, ugye így az kapcsolódik tartalminak, az egyértelmű, sőt, át is fed. Ugye volt egy külön részünk, Jeruzsálem és Róma, vagy Jeruzsálem kontra Róma ez volt a címe, a Kolosszeum volt rajta sematikusan, meg egy Menóra, majd valószínűleg teszek ide egy linket, hogy le tudj tud kattintani és odavisz ahol erről szó volt, hogy Dániel 9. fejezetében egy jövendőrés kimondta, hogy a Jézus halálán túl fog terjedni a zsidóság elhivatása, úgy tűnik, hogy egy három és fél évvel a profécia szerint. Magyarul már elkezdődik a kereszténység, az első keresztények éppen a zsidók közül kerülnek ki, Lázs Jézus és a tanítványai, de még a zsidóság ideje nem ketyeget le, csak a nagy üldözés után, amikor már az apostolokat is üldözik, amikor István Vértanú meghal Jézus halála után, és utána visszavonatik tőlük ez a megbízás, és adati olyan népnek, amely megtermi gyümölcsét, meggyümölcsét, hogy Jézus mondta. A zsidó üdvössége is volt témánk egy pár része ezelőtt, ha lesz elég link, akkor teszek ide arra is egy utalást. A lényeg az, hogy a két szövetség időben még át is fed egy kicsit, van az a hézag, de ez csak a kinyilatkoztatás időpontját illeti, a tér, témát, a tartalmat, a, a hitelesítést nem, és jogosan merül fel bennünk a kérdés, hogyha ennyire alaposan tárgyalja a Biblia ezt az első pár ezer évet, hogy így mondjam, egészen Jézus haláláig, és a, az első században megszületnek ezek a könyvek, az Újszövetség iratai, levelek, stb. stb. evangéliumok, akkor jogosan van bennünk egy hiányezet, hogy ne, de azóta mi van? Hát János volt az utolsó, majd mindjárt látjuk a könyve az utolsó időrendben is, nem csak a Biblia sorrendjében hogy ha ez így van, akkor van egy olyan hiányérzetünk, hogy akkor mi van az elmúlt 2000 évre, hogy arról nem szó semmi, hogy se, se, kinyilatkoztatás, se egy proféta, se egy apostol, se semmi. És itt jön be a párhuzam, amire utaltam, hogy az intertestamentális korról Dániel könyve szól profétikusan, és az utóbbi 2000 évről gyakorlatilag a Jézus halálától számítva az ő visszatéréséig erről az időszakról, ugyanilyen formán gondoskodott az Isten tönképpen, erről szól jelenések könyve.